Április 5-én tartották a 24. EGRI civil fórumot. Megalakult az új kerekasztal, 11 szekcióval és 33 taggal. Az alakuló ülésüket ebben a hónapban tartották, emellett az önkormányzattal közösen rendezték meg a Föld napját. Többek között erről beszélt Jakabné Jakab Katalin soros elnök az EGRI civil kerekasztal júniusi ülésén, ahol megbeszélték az előttük álló feladatokat is. Június 24-én lesz a múzeumok éjszakája, és már második alkalommal csatlakozik a civil közösségek háza is ehhez a programhoz. Nagyon sok érdekes program lesz, el kell jönni és meg kell nézni, és akkor mindenki látja a házat is, hogy milyen szép meg ezeket a nagyszerű programokat. Úgyhogy itt a Kossuth Lajos út 12-be. A mai napon pedig az egyik legfontosabb programunkat fogjuk megbeszélni, az Eger civil ünnepét, aminek fő rendezvény napja szeptember 16-a lesz. Hozzátette, a 28. Eger civil ünnepe egy teljes hónapon át fog tartani a város különböző helyszínein. Az esemény szeptember 2-án a Lajosvárosi Egészség és Családi Nappal kezdődik, majd szeptember 9-én a Mozgásba hozzuk a közösséget című programmal folytatódik a Felsővárosban. A soros elnök elmondta, majdnem minden hétvégén lesznek rendezvények, többek között gasztronómiai és szüreti napokat, valamint barokk futóporádét is tartanak. Az EGRI civil kerekasztal júniusi ülése szekcióbeszámolókkal zárult.